Megérkezett a tél Európába. Lengyelországban a hóviharok fennakadásokat okoztak a közlekedésben, és lavina riadót rendeltek el a hegyvidéken. A Lengyel Meteorológiai Intézet az egész országra figyelmeztetés adott ki, mert a Brigida hidegfront sokfelé havazással és erős széllel érkezett meg. Kopa Kondrácska térségében önkéntes hegyi mentőknek sikerült kimenteniük 3 embert, akiket lavina sodort el. Az Egyesült Királyságban a légi közlekedésben okozott jelentős fennakadásokat a havazás. Több járatot töröltek a Heathrow, Gatwick és Stansted repülőtereken, mert fagyos köd és erős havazás lepte meg Londont és környékét. Franciaország középső részét először borítja egybefüggő hótakaró az idei télen. Viharos szél, hóátfúvások és jeges utak okoztak fennakadásokat, baleseteket a közlekedésben Magyarországon is hétfő reggel. A hideg időjárás jelentős teszt Európa energetikai infrastruktúrája számára, miután több kormány is figyelmeztetett az elkövetkezendő téli hónapok lehetséges áramkimaradásaira.